A Balatonfüredi Jachtklub közel másfél évtizede folyamatosan a legeredményesebb magyar vitorlás egyesület. Nem csak versenyzésben bizonyítanak évről évre, hanem az általuk szervezett Füred Kupa sikere is mindig garantált. A Füred Kupa egy nagyon érdekes történet lett az idei évben. A Mergers osztálynak flotta bajnokság, ezért nekik már pénteken elkezdődött a verseny. A többi hat hajóosztálynak szombat-vasárnap van 6-6 futam tervezve. A lebonyítás tehát egy kicsit rendhagyó, de úgy néz ki, hogy eddig sikeres. Az első szeptemberi hétvége a Mergers hajóknak hosszú hétvége volt, hiszen már pénteken megkezdték a versenyzést, az első hivatalos flotta bajnokságon 9 egység indult az egyre népszerűbb osztályban. Ez egy nemzetközi osztály, 93-ban tervezték, 94-ben már osztály volt, és az első VB az 96-ban volt vele. A tavalyi világbajnokságon már 116 hajó volt. Nagyon könnyen kezelhető, és nagyon jók a tulajdonságai, menet tulajdonságai, kis szélbe és nagy szélbe is. Tehát minden hajó teljesen egyforma, ugyanolyan bitorlákkal, ugyanolyan. De mint egy olimpiai osztály, annyira le van szabályozva az, hogy mit szabad benne csinálni, meg mit nem. Tehát beül az ember, és akkor csak az ember számít, nem a hajó dönti el, hogy ki a jobb. A tegnapi nap viszonylag jó szélben a Mergersnek 4 futamot sikerült megrendezni. Mai nap már összesen 7 hajóosztály, 69 hajója, ilyen 270-280 versenyzővel versenyzett. Az eleje az nagyon jó volt az első futam, utána a második és a harmadik futamra már eléggé megváltoztak a szélviszonyok. Nem volt annyira kifújt egyenletes szél, mint a reggeli futamban, de ettől függetlenül szélben nem volt hiány. A nagy szélnek meg is lett az eredménye, mind a két pályán lett anyagi kár is, az egyiken egy 8 méteresnek az árboca töltel, a másikon pedig egy E24-es oldalalukat ki egy manőverezés közben. A szervezők tréfás különdíjjal egy vitorlás suli DVD-vel igyekeztek vigasztalni az árbosztörés szenvedett hajó kormányosát. Szenvedésből szombatra jutott bőven, de most is látszott, egyre többen kapnak kedvet a vitorlázáshoz. Találkoztunk például nemrég alakult, bérelt hajóval versenyző egységgel. Eddig majdnem minden versenyen indultunk az idejében a J24-es osztályba. Ezt az évet arra szántuk, hogy ezt a hajót tanuljuk. A csapat egy része a család, és kezdő vitorlázók a Zoli, Krisztián. Ők idén ültek először vitorlás hajóba, és erősítette a mai napon egy profi vitorlása csapatot, Szőlősi Balázs, úgyhogy a hátszerek nagyon jók voltak. Mi kell az, hogy valaki vezessen egy ilyen versenyen, ilyen változékony időben? Hát főleg sok edzés, kell egy kis szerencse is, és az, hogy az ember leregálja az összes szélfordulót, szélerősödés, gyengülést. Mennyire volt motivált a csapat, mennyire fontos ez a verseny? A csapatnak azért fontos, mert új vitorlákkal megyünk, amelyeket a kellóit csinálnak, és szeretnénk, hogyha ebből el tudnánk adni többet is. És fontos megmutatni, hogy jók ezek a vitorlák. Ezt sikerült is megmutatni, mert a két vasárnapi futamon bebiztosította a győzelmét a Proximo csapata, így az első Mergers Flotta bajnokság győztesei Kelemen Tamásék lettek. A Bic legenda a kékszalag gyorsasági rekordját tartó Német István emlékének ajánlott Füred Kupa legszorosabb eredménye a 8 méteresek között volt. A Fináci Péter kormányozta déli szél pont azonosság mellett csak több nyert futamával előzte meg Kutics Krisztiánék No Name nevű hajóját. A Dragonoknál szintén csak a futamgyőzelmek száma döntött Gömbös Lóránd és a Jampec javára. Ez volt a legnépesebb osztály, így a dobogósoknak a szervezők ezúttal pénzdíjat is felajánlottak.